Jó estét kívánok! Én Szuhai Botond vagyok, és ez itt a DK Szubjektív. Hivatalosan is elkezdődött a kampányidőszak, ellenzéki üzengetés van közbe, és újabb kínos pofon érte Orbánt. Lássuk a mai tartalmat! Indul a kampány, sorra vesszük az elmúlt napok kampánynyitó rendezvényeit, elemezzük az elhangzott beszédeket és az ellenzék esélyeit. Országjáráson Dobrev Klára és Magyar Péter is. Miért fontos bejárni a vidék Magyarországát, és mit üzent az új ellenzéki messiás Dobrev Klárának? Hamarosan megmutatjuk. Haverokra van pénz, nyugdíjra nincs. Hozzuk a legfontosabb részleteket a kormány újabb felháborító döntése és a gazdasági összeomlás kapcsán. Végül pedig Orbán ismét házhoz ment a pofonért. Megbeszéljük, milyen kellemetlen pillanatokat kellett átélnie a magyar miniszterelnöknek a belga fővárosban. Replőinket, Kálmán Olgát. Sziasztok! És Gréci Zsoltot. Sziasztok, jó estét! Visszatérő vendégeink dr. Komlódi Gábor. Sziasztok, és Dési János. Április 20-án, tehát most szombaton hivatalosan is elkezdődik a kampányidőszak, ami megelőzi ugye az EP és önkormányzati választásokat. Hát nem ok nélkül tartotta így a DK-MSZP párbeszéd és a közös kampányitóját múlt hétvégén. Ezen felszólalt Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke. Nézzünk meg ebből egy részletet, és utána beszélgetünk róla. Tegnap, amikor a beszédemen gondolkodtam, kaptam a feleségemtől egy tanácsot. Azt mondta, hogy mindenképpen beszéljek azokról az ellenzéki legendákról, hiedelmekről, amiket azért gyártanak, hogy megpróbálják megtéveszteni, félrevezetni az Orbánnal szemben állók világát. Ezt mondta tegnap a feleségem, bizonyítani sajnos nem tudom, mert nem készítettem róla titokban hangfelvételt, de tényleg ezt mondta, higgyétek el nekem. A legfrissebb legendával kezdeném, mert ez most nagyon divatos, a rogánozás legendája. A gyanútlan szemlélőnek ugyanis manapság úgy tűnhet, mintha Rogán Antal lenne a felelős ezért a rendszerért. Ő lenne a NER gazdája. Orbán Viktor nevét szinte nem is hallani. Úgy tűnik, mintha Rogán leváltása lenne a cél. Róla beszélnek, ugye ő fog majd elmenekülni az országból egy magángéppel. Ennek a legendának egyetlen egy célja van, Orbán mentegetése. Miközben ember nincs ebben az országban, aki ha belegondol, ne tudná, hogy a NER létrehozója és kizárólagos gazdája Orbán Viktor. Mégis, ha sokat rogánozol, szijjártozol, lázározol, van még néhány ilyen, azzal elfeded Orbánt. Mint régen a királyok idejében, akik mindig jók, csak gonosz és tehetségtelen tanácsadókkal vannak körülvéve. Hát nem. Aki csak a rogánakat akarja leváltani, az valójában nem akarja leváltani Orbánt. Aztán itt van még, újabb kedvencem, az Orbán nélküli Fidesz legendája. Hogy a Fidesz alapvetően tele van jó akaratú politikusokkal, és ha Orbán eltűnne, akkor velük akár együtt is lehetne működni. De azon túl, hogy nem igazán hiszem, hogy létezik NER Orbán nélkül, tényleg elfogadható lenne onnan valaki más? Ha sikeres puccsot hajt végre Lázár vagy Szijjártó, az majd oké lesz nekünk? Elhisszük az emberarcú fideszes politikus legendáját? Hát nem. Egy kutya mind. A NER-nek mennie kell minden elemével, minden vezetőjével, minden oligarchájával és minden kollaboránsával együtt. Ez a mi politikánk, és nem engedünk belőle senki kedvére. Oké, beszéljünk először erről a felszólalásról, aztán később majd Dobrev Kláráról és Karácsony Gergelyről is. Mi az üzenete ennek a beszédnek az ellenzéki szavazók felé? Itt nem direkt módon, inkább indirekt módon egy Magyar Péterre való reflektálás történt. Ezt hogyan értékelitek? Szerintem sok gondolatot, vagy kósza-kusza gondolatot rendbe rakott ezzel Csaba. És hát nagyon egyértelműen fogalmazott. A mi álláspontunk szerint nincs olyan, hogy megjavítható Fidesz, nincs olyan, hogy a NER-nek, az Orbáni rendszernek egyik eleme az hibás, és hogyha azt kivesszük, mondjuk a Rogán elemet, vagy kivesszük a Szijjártó elemet, attól már mindjárt megjavul és jó, ez egy romlott rendszer. És hogyha ez eddig nem volt tiszta sor, akkor talán Csabának a beszéde, ez egy kicsit a gondolatokat helyre tudta billenteni, nem megjavítható, egyes elemeiben kicserélendő Fideszre van szüksége ennek az országnak, hanem egy Fidesz nélküli, pontosabban egy Orbán kormány nélküli életet szeretnénk, már egy nyugodt, európai, gyarapodó életet, és nem egy ilyen minden ízében rablásra szakosodott kormányt ennek az országnak az élén. Ez ilyen egyszerű. János? Nyilván, hogy szóval igen, nem lehet egy-egy elemeit kicserélni a Fidesznek, mert attól ez még Fidesz maradna, bár én azért már speciál megnéznék egy Orbán nélküli Fideszt első lépésnek. Én nem néznek meg. Én nem vagyok kíváncsi az Orbán nélküli Fideszre se. Szóval a Szovjetunió se úgy dült össze, hogy egyszer csak vége lett, hanem hogy a Brezsnyev, Andropov, Csernyenko után lett egy Gorbacsov, és ezzel lett vége a rendszernek. De persze nem látunk a jövőbe, és hiszem... Mondjuk nem látom magam előtt Gorbacsovot a Fidesz. Nem, tehát nem, annyiban nem hasonlít. Nagyon sok mindenben nem hasonlít, szinte semmiben nem. Se jó, se rossz értelemben. Tehát Magyar Péter nem lesz soha a Fidesz elnöke. Nem, ezt én sem hiszem, de azt hiszem, hogy erre nem is aspirál, vagy legalábbis nem tudok róla. Szóval, hát nem hiszem, de... Jó. Okay. De ha odáig fajulna a dolog, azért az érdekes játék lenne. Szóval én nagyobb vonnak látom azt, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a Fidesz egy maffia államot működtet, hanem sok százezer vagy sok millió olyan honfitársunk van, akinek ez elfogadható, jó, akár támogatja is. Egyébként nagyon jelentős részben olyanok, akik nem haszonélvezői ennek a rendszernek, sőt, akik sokan kárvallottjai is abszolút annak, ami történik. Nyilván ezer okból, de mégiscsak támogatják, akik, akiket meggyőzni, felébreszteni a tudatukat, hogy ez így mégsem helyes, szükséges, enélkül nincs megoldás. Ezt a rendszert nem csak ez a maffia módon kormányzott rendszer tartja fönt, hanem az a sok százezer vagy sok millió ember is, akik itt vannak és itt maradnak ebben az országban Orbánnal vagy Orbán nélkül is. És mi volt az üzenete akkor ennek a beszédnek, Gábor? Mi hozzám eljutott? Érdekes egyébként, én megnéztem az egész rendezvényt, ugyan utólag, de megnéztem. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez a beszéd, szerintem is senkit nem minősítve, de kimagasott a többi közül, egyfajta retorikailag minden elemet hozott, amit az iskolakönyv előírt, tehát legyen vicces, legyen személyes, legyen otthonról hozott, stb. És ezt most nem ilyen élcelődő kritikaként mondom, hanem az, hogy ez tényleg egy tudatosan felépített nagyon jó beszéd volt. Szerintem jól is volt elmondva, tehát jó hangsúlyokkal, megfelelő módon. Egyébként itt, ha szabad ennyit hozzátennem, hogy Orbán Viktor érdemes megnézni, hogy ahogy szépen beleöregszik a saját beszéd modorában, és hogy mennyire véna és modorossá vált az elmúlt néhány évben ahhoz képest, amilyen volt. Bocs, hogy megakaszlak, de ma reggel, ti biztos láttátok, valaki elküldte nekem, amikor a Szabadság téren volt az Eleven emlékmű 10 éves fennállásának a való emlékezés, és ott feltűnt Orbán Viktor, a sarkon elment a Veje vagy Kijének a luxus éttermébe, és jön ki fel, és bekiabálnak neki valami kérdést, és így jön ki, de mint egy ilyen kabaré figura ilyen. És hát ő Magyarország miniszterelnöke vagyok, hát ő komoly. És akkor azt gondoltam, hogy... Ez már több héttel ezelőtt. Egy újszülöttnek minden vicc. Ja, persze, hogy, és akkor arra gondoltam, hogy itt van vége. Nem, már sajnos nem. De hogy azért Kádár János nem süllyedt idáig, hogy... De saját Vejének luxus étterem. Hát egyrészt, igen, mint gyermektelen ez nyilván nehezebb, lehetett volna, de hogy ez a... És akkor arra gondoltam, hogy lehet, hogy mindjárt kidurran szegény vagy, és nem a fizikai termetére célzok most, hanem mint egy kabaré figura úgy néz ki. Szóval, a Rogán látod, nem ilyen. Az bezeg egy fes magyar regény. Akkor ne is bántsuk. És a tartalmával kapcsolatosan nyilván ugye az volt a szándék, hogy van egy helyzet, amit kezelni kell. Amit ugye sokan most Magyar Péter jelenségnek hívnak, és nyilvánvaló, hogy ahogyan ez meggyőződésem, hogy árt a Fidesznek, mármint a Magyar Péter létezése, vagy a szoporondra lépése, ugyanígy árt az ellenzéknek is. Kinek milyen módon, milyen mértékben, ez mindenki maga dönti el. És itt most nem arról beszélek elsődlegesen, hogy abban a körben árt az ellenzéki pártoknak, hogy direkte az ő politikájuk megsínli, mert jobbat mond, szebben mondja, vagy közérthetőbben beszél, hanem abból a szempontból tett valamit, vagy hozott valamit az a jelenség, hogy abban kopnak az ellenzéki pártok, és itt abból látszik, hogy ki mennyire, hogy hogy mennyire hitték el a nézők, szavazók eddig azról a konkrét pártról, hogy alkalmas és képes arra, hogy leváltsa ezt a rendszert. És szerintem ebben ő valamit hozott, szerintem nem ő hozta, ez itt volt a levegőben, ez egy változás volt, és ez a kommunikáció... Itt volt a levegőben, csak kellett valaki, aki ezt meglovagolja a kezére? Nem, akiről elhitték azt, hogy miután belülről jön, tud majd mondani olyanokat, amiről elhiszik neki azt, hogy ezt neki... De ez most már látod, el is kopott? Ez így van, ez abszolút elkopott, ez kétségtelen tény, ez így van, de valamiért mégis még meg kell magyaráznia minden pártnak. És itt most muszáj azt mondanom, és nem azért, mert a DKTV-nek a stúdiában ülök, hanem ez tényleg így is gondolom, hogy ennek a pártnak még vannak olyanjai, akiknek el tudja magyarázni. Van olyan párt az ellenzéki oldalon, aki olyan vereséget szenvedett az elmúlt egy-két hétben, és majd fogjuk látni júniusban nyilván, ahol már talán csak egymás között tudják megbeszélni, milyen volt a régi szép időben, amikor még voltak néhányan. Szóval, hogy szerintem erről szólt ez a beszéd. Volt, amivel én nagyon egyetértettem abban, amit elmondott, és volt, amivel kevésbé. Egyébként pont az, amit a János fölvetett, az a vonal, vagyis ez a bontsuk le teljesen a NER-t, az, bocsánat, hogy ezt mondom, egyfelől érintett olyan embereket is, akiket talán nem lebontani kell, hanem magunkhoz irányítani. De egy kormányról beszélünk. Nem, én most arról beszéltem, amit a János mondott, illetve arról, ami a beszédben elhangzott. Nem szavazóról beszélünk, tehát nem szavazót akarunk buktatni, hanem kormányt. Azt mondta, hogy a NER minden elemét. De a NER elemében nem tartod? Én azért nem akarok abban belemenni, hogy meddig, mert csak egy példát, ha megengedtek, hogy mondjak, és akkor megértitek, hogy miről, pont egy olyan példát fogok mondani, mert egyébként nem értek egyet. Hatházi Ákos azt mondta, hogy a NER része az, aki bemegy a parlamentbe. Sőt, van, aki azt mondja, hogy a NER része az, aki egyáltalán indul a választásokon, mert indulni a választásokon. Hatházi Ákos így bennül a parlamentbe. Pont úgy kezdtem a mondatomat, hogy pont azért hozok egy olyan példát. Azért kezdtem így a mondatomat, hogy azért hozok olyan példát, hogy nem értek egyet, mert én azért akarok ezzel érvelni, hogy van, aki akár idáig is elmegy. Tehát azért veszélyes szerintem azt az érvet letenni az asztalra, hogy a NER minden szeletét meg kell szüntetni, mert véletlenül olyan is magára veszi, vagy olyan messzire is el lehet vele menni, amit már nem akarunk odáig elmenni. Tehát én szerintem, és itt értek egyet a Jánossal, én el tudok képzelni egy olyan stratégiát, nem állítom azt, hogy ez Magyar Péter személyén keresztül valósítható meg, de el tudok képzelni olyan stratégiát, ahol elemeinként szedik ki azokat. És én emlékszem, bocsánat, március 15-én itt jártam, nekem nagyon tetszett a Jánosnak egy mondata, amikor arról beszéltünk, hogy így néha idézlek téged. Én már nem emlékszem itt. Magamtól, hát ilyen Lázár vagyok, hogy pont erről beszéltünk akkor is, hogy azon a március 15-én Rogánról beszélt, és nem Orbánról, és akkor te azt mondtad, hogy beszéltél ismerőseiddel, akik azt mondták, hogy azért ők, akik ott voltak, azok azért belehalották az Orbánt. És szerintem ebben a mondatban benne van az a fajta logika, amiben én is hiszek, hogy az előbb-utóbb, hát senki sem olyan ostoba, és azért még egy utolsó mondat, és aztán átadom a szót, azért odáig, és értem a kritikát, és szerintem helyes is, de odáig 10 év alatt nem tudtunk eljutni, hogy ezt a rossz képességű, kizárólag a kapcsolati tőkén keresztül milliárdossá váló, elnézést, bohócot, ezt nem tudtuk érdemben úgy összekötni Orbán Viktorral, hogy amikor mi röhögünk Mészáros Lőrincen, akkor igazából az Orbánnak fájjon. És azért ez saját magunkra nézve egy nagyon súlyos kritika, mert elmosolygunk azon, hogy az az ember 120 millió forintot fizetett ki egy hétre, üzemanyagra, kikötőbérlésre és személyzetre azon a jachton, amire elment nyaralni. A mi pénzünkből, amiből egy... Ma vett egy bababoltot, aminek 15 milliárd. És így ezen elnevetgélünk, de még nem sikerült, azt nem tudtuk elérni, hogy ez a kettő össze legyen kötve. Szóval én azt gondolom, hogy kicsike lépések is már lépések. Én nagyon tudok örülni, vagy nagyon tudok. Én például nagyon jókat röhögök azon, amikor azt mondja, hogy a gulyás egyébként délután a Pesgő Máborba feltűnt. Vagy Kocsis. Lehet, hogy majd belé teszik azt a fényképet, amikor éppen sört iszik. Igen. Hát oké, az világos, csak mondom, hogy jó, de figyelj, és neked az se visszár ebbe, akár a Jánost idézve, hogyha valaki azt mondja, hogy mindjárt, bocsánat, csak egy kérdés inkább, mint véleményem, hogy valaki azt mondja, hogy talpra vagyok, és legyünk bátrak, és álljon ki mindenki bátran, majd halljuk bele, hogy amikor ő rogánozik, akkor Orbánozik. Hát akkor bátran mondjuk ki, hogy Orbán Viktor egy maffia főnök. Orbán Viktor kormányát meg kell buktatni. Nem Klára, ez a bátorság? Engedd meg akkor, hogy teljesen igazad van, de hogyha most erről... Igen. De hallgatok rá. Bocsánat már. Amikor visszakanyarodunk a beszédre, és ugye szó szerint azt hangzott el, hogy nem lehetünk, nem szó szerint, de ez volt a tartalmi lényege, hogy nem lehetünk olyan nagyrak, hogy azt gondoljuk, hogy ezt a maffia nem Orbán Viktor irányítja. Akkor ha én azt mondom, hogy a Rogán, aki lényegében a titkot, teljesen elmebontó módon a titkosszolgálatokat és egyébként a propagandát, tehát együttesen felügyelő miniszter, aki olyan hatalmat kapott, akitől tudjuk Orbán Viktortól, hogy neki van kormánya és nem a kormányának miniszterelnöke. Tehát lényegében ezt az embert ő nevezte ki. Hogyha én arra azt mondom, hogy egy korrupt ócska trógár, most csak mondtam valamit, akkor tényleg nagyon ostobának kell lenni ahhoz, hogy azt mondja... Nem, feltéve nem megengedve, akkor nagyon-nagyon ostobának kell lenni ahhoz, hogy valaki azt feltételezze, hogy egyébként vagy nem tud Orbán Viktor arról, hogy ez az ember mit csinál, vagy tud róla, és egyébként nem tudja kirúgni. Tehát az akármi, nem tudok olyan logikai utat elképzelni, ahol Rogán Antalon keresztül nem lehet Orbán Viktorhoz eljutni. Én csak ezt mondom. Attól persze sokkal jobb rúgdosni az Orbán, csak eddig rúgdostuk, de nem történt semmi se. Lehet, hogy ez az út is egy lehetőség. Sok úton el lehet jutni Rómába, de... Sok könnyet hullajtott a volt igazságügyminiszteréért és a köztársasági elnökéért is Orbán Viktor, tehát szerinted aki fájna, egyszer kilőnék Rogánt vagy bárkit, akkor keresne másikat. Az biztos. Az biztos, igen. Csak nem, lehet, Zsolt. Hogy azért, ha valaki titkosszolgálati miniszter, akkor gyűjtöget a főnökére nézve is információkat. Igen. De miért még nagyon messzire megyünk. A kommunista bolsevik pártot. Neked ez beragadt ez a szovjet példa. J. Edgar Hoover, tudom. De mielőtt még elveszítem a fonalat, tényleg kanyarodjunk vissza Gábor 4-jel ezelőtti gondolatmenetéhez, amiben arról volt szó... Ne, 5-tel ezelőttihez az jó. Arra már pont nem emlékszem, 4-ig még megy. Amiben az volt, hogy milyen nehéz helyzetbe hozta az ellenzéki pártokat ez a Magyar Péter jelenség többségében. Na most ilyen született itt egy együttműködés itt a DK-MSZP és Párbeszéd között, amire Dobrev Klára ezen a kampányitón mint biztos pont hivatkozott. És akkor itt az a kérdés, hogy milyen előnyökkel jár ez a többi párttal szemben, illetve milyen esetleges hátrányokkal. Ugye itt mindent válaszolok a kérdésre, csak amit Gábor mondott, itt szöget ütött a fejembe, hogy árt a Fidesznek a Magyar Péter, meg az ellenzéknek is. Van egy rossz hírem, a Fidesznek nem árt. Nem visz egy darab szavazót se a Fidesztől, ez a meggyőződésem. Egész egyszerűen azért, mert a Fidesz pontosan tudja, Vona Gábor történetén, Márki-Zay Péter történetén. Már annyiszor volt ilyen, hogy akkor jön valaki majd jobbról egy kiábrándult fideszes, ez a mítosz, és hát hogyan zárja le a vasfüggönnyel a Fidesz a szavazóit az ellenzéki szavazóktól Magyar Péter által? Bocsáss meg, engedem, hogy tovább, csak muszáj reagálnom. Igen. Úgy zárja elválaszol a kérdésedre, igen, hogy ott volt egy történelmi esély, vagy lehetőség, vagy egy esemény, ahhoz képest, ami korábban volt, az pont, amit az Olga az előbb utalt. Hogy le kellett mondani a köztársasági elnöknek, meg az igazságügyi miniszternek, és ott elment több százezer szavazó egyébként a Fidesztől, azok nem mennek vissza. Tehát én úgy értem, hogy árt a Fidesznek, szerintem a Fidesz most semmi más nem tenne, nem hát, lenne ez a Magyar Péter. Semmi más dolga nem lenne, mint hogy ezeket a szavazókat visszaszerezze, ezeket nem tudja. Nem azt mondtam, hogy jelenlegi vissza, csak ennyi. Bocsánat, Magyar Péter egyelőre abban segített a Fidesznek, hogy már nem beszélünk. Sem Novák Katalinról, sem Varga Juditról, sem a pedofil ügyről. Ez igaz, tehát szépen elterelte a figyelmet. A másik probléma pedig ezzel az, hogy ma egy Fidesz szavazó számára mi a kép Magyar Péterről. Klasszikus Fidesz szavazó. Veri a feleségét, oda csinált, ahonnan evett, női napszemüveget hord. Ja, Istenem, az a legsilányabb, igen. Tudom, mérhetetlenül visszataszító, de igen, a Fidesz szavazó számára rendkívül hatékony kommunikáció. Tehát én azt gondolom, hogy és ha észreveszitek, időnként felreppennek ilyen hírek, hogy Jézus Mária mennyit költött a Fidesz megafonja Magyar Péter lejáratására. Szeretném jelezni, hogy egyetlen egy perces híradóban sem foglalkoznak Magyar Péterrel. Annyira nem járatja le a Fidesz, hogy csak na. Biztos, ha nézitek egy perces híradót, mondjuk futballmeccs előtt, alatt, közben, stb. Én néha belebotlok, és most az utóbbi egy-két napban direkt néztem is. Magyar Péterről egyetlen egy lejárató 20 másodperc sincs. Az lehet, én nem nézek focit, de az interneten nem tudok úgy bármit csinálni, hogy ne jöjjön velem szembe Megafon, YouTube, és ez a női napszemüvektől kezdve hasonló színvonalú. Ezt én értem, de én sokszor nem tudom, hogy mit gondolja Magyar Péterről, sem, de amikor látom ezt az alpári támadást ellene, akkor mindig azért ébred a szívembe benne valami irányába valami rokon szem. De egyébként Zsolt, az, hogy nem igen, látod az egyperces híradókban, szerintem megint egy ilyen pontos, fideszes mérés, hát nyilván közpénzen semmi nem drága eredménye, hogy mi a célközönség, tehát hol népszerű Magyar Péter, akkor ott kell őt rombolni, mondjuk az internet felhasználók körében, lehet, és mondjuk a vidék Magyarország, ahol jellemzően a távkapcsoló első 9 gombját használják. Karácsony Gergelyre miért kellett egyperces híradók tömkelegét költeni, miközben ez a nyírbátori szavazónak, hogy mi van a főpolgármesterrel? Hát, az általában mindig gyurcsányozás volt a karácsonyozás. Itt is nagyon egyszerű lenne összegyurcsányozni, de valamiért nem történik meg ilyen. Na, szóval, ami pedig a hárompárti szövetséget illeti, azt gondolom, hogy hát ebben a kialakult helyzetben pedig különösen fontos, hogy ez létrejött. Egyrészt, mert valóban összefűzi, összeköti azokat, akik ellenkeznek Orbán rendszerével, és azt kell, hogy mondjam, hogy a gyurcsányozó legrosszabb Donát Anna is jobb ellenzéki számomra, mint Magyar Péter. Mert Donát Annáról, még akkor is, hogyha úgy gondolom, hogy politikai öngyilkosságot követel a gyurcsányozással és azzal, hogy szembefordul a DK-val, de róla elhiszem, hogy ellenzéki. És sose ült annál az asztalnál, ahol a pénzt osztották, ellenben Magyar Péter beszámolója szerint. Sose mondta azt, mondjuk Donát Anna, hogy a demokrácia és a jogállam nem fontos kifejezések. Sose mondta azt, hogy az oroszok helyett az ukránok és az amerikaiak csinálták a háborút. És még hosszasan sorolhatnám, nem írt alá túlárazott szerződéseket, és így tovább még hosszasan sorolhatnám. Tehát most ugye már nagyon sok elemzés kitér arra, hogy hogy fog kinézni a magyar pártrendszer július 9-e estéje után. Mennyibe kerülünk közelebb a kormányváltáshoz abban az esetben, ha lesz egy Fidesz, lesz egy Orbánt hősnek tekintő Magyar Péter, lesz egy Mi Hazánk, meg lesz a DK-MSZP párbeszéd, mint valódi ellenzéki párt, a többi pedig lehet, hogy eltűnik a süllyesztőben. Közelebb kerültünk egy ilyen négy párt rendszerben, amiből három jobboldali a kormányváltáshoz. Ezt a kérdést javaslom megvizsgálni mindazoknak, akik ma ünneplik Magyar Pétert. Jó. Az eseményen felszólalt még Nikolás Smith is. Tudjátok, hogy ki ő? Hát hogy ne tudnánk. Akkor viszont engem olyan szempontból segítsetek ki, hogy szociáldemokraták csúcsjelöltje, ez megvan. Mi az, hogy csúcsjelölt? Csak nagyon röviden is megyünk tovább. Hát azt jelenti, hogy az Európai Bizottság élére javasolja a Szocialisták és Demokraták Pártszövetsége, és nagyon bízunk benne, hogy markánsabban és erősebben fogja képviselni a demokrácia, a sajtószabadság és az uniós polgárok pénzének megvédését, mint a jelenlegi Ursula von der Leyen vezette testület, és nagy megtiszteltetés természetesen, hogy Schmidt úr itt volt a mi rendezvényünkön, ráadásul nem csak videóüzenetet küldött, hanem személyesen is jelen volt, és azt gondolom, hogy a beszédének a sikere, a kongresszusi központban jelzi is, hogy az az irány, amit ő képvisel, az szimpatikus a mi számunkra. Tehát akkor szimbolikus volt így a nyugati egyfajta elköteleződés kihangsúlyozása ugye azzal szemben, amit Orbánék képviselnek. Hát kerestünk itt csak elnököt, de nem ért rá senki. Meg kumiszt kell ilyenkor aratni. És nem érnek rá. A kumiszt azt nem isszák. Előbb baratják, aztán isszák. Előbb baratják? Baratják a kumiszt? Nem tudtad? Ne legyetek ilyen kumiszak már tényleg. Miről beszélsz te? Semmi kumisz ismereted nincs. Kevés. Jó, még beszéljünk egy gondolat erejéig Budapestről is, mert Szentkirályi Alexandra is megtartotta a kampányítóját. De jó. Na, akkor inkább már a kumisz. De azt ígérte, hogy nem lép vissza a Vitézi javára, mit szóltak. Hát de valaki meg visszalépett. Ez már meddig tart szerintetek ez az állapot? 2 hét, 3. Igen, körülbelül. És ha visszalépne, észrevennénk? Hát lehet, nem. Azt tudod, hogy ma valaki visszalépett? Nem, kicsoda. Vitézi javára? Ki? Brenner Kolomán. Én azt se tudtam, hogy indul. Akkor most ne is jegyezz meg, hogy indult. Én olyan vagyok, mint a férj. Mindent utoljára tudok meg. Nekem nem szólt senki. Jó, de akkor ugye szinte ki lehet mondani, hogy Szentkirályi Alexandra gyakorlatilag esélytelenként indul ezen, de akkor mégis mi értelme van a Fidesz szempontjából őt versenyben tartani? Hát nem teheti meg a Fidesz, mint az ország legnagyobb ereje, vagy nem tudom én micsodája, ami mindenre is hatással van, hogy nincs jelöltje Budapesten, az rendkívül kínos. Nem lehet, hogyha ugye visszalép Vitézi javára, akkor nem, van jelöltjük. Én gondoltam, hogy Vitézi azért mégiscsak a Fidesz jelöltje, valahogyan, vagy a Fidesz támogatottja. Ebben egyetértek. Köszönöm. Hogy, jó, hát ez nem volt a nehéz dolog, de hogy ezt picit leplezzék, ezért ilyen konspirációs okokból oda kellett tenni valakit, hogy az lesz, hogy nem lehet a mi jelöltünk, hiszen itt van a mi jelöltünk, de hát a mi jelöltünkre oda tettek valakit, aki nincs, és akkor ez, hát Alexandra van, mint politikai tényező, létezik, ő van. Tud valaki egyetlen egy, hát az most merész, hogy azt mondom, hogy gondolatot, de egy mondatot idézni? Szentkirályi Alexandrától? Igen. Gyurcsány. Igen. Jó, hogy ez egy gondolat volt, érted? Gondolat, hát ki kell venni volt egy ilyen hatalmat rövid, a Gyurcsány kezéből. Egy ilyen rövidke kis interjúja volt, amiben 17-szer gyurcsányozott, azért az szép teljesítmény. De hát ő az, aki összekeverte a szombat, föltámadás, húsvét, ilyesmi dolgokat is. És aki áram alatt tekerte be az égőt, és ezzel de a esetveszélyes... A Gyurcsány nem keveri össze Gyurcsánnyal. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy szerintem azért kell, hogy leplezze azt, hogy... Na de akkor visszalép a javára, vagy nem? Mit gondolsz? Szerintem azért mégiscsak visszafog, mert... Hogy a Szentkirályi visszafog a javára? Szerintem ez nem. Nem, a javára vissza fog lépni. Mondjuk meghűl. Súlyos egészség. Meghűl. Megfázik, mint Mici Mackó. Tehát nem fog visszalépni. És megvárják az utolsó pillanatot. Nem fog visszalépni. Miért lépne vissza? Ebben semmi politikai logika nincs. Hát lesz egy, van? Hát lesz egy... Nem. Tehát attól a Fideszes nem fogja a Vitézit megszeretni. Dehogy nem. De nem. Kénytelen lesz. Orbán Viktor rokonát. Én beszéltem az összes budapesti Fideszessel, azt mondták nem. Mind a 800? Igen. Szerintem szép is lenne, annyira ne csak. Ebből a képletből megint kiadjuk azt, hogy mi történt az év elején. Tehát szerintem az egész magyar társadalom, még akkor is, hogy abban teljesen egyetértek a Zsolttal, hogy a Magyar Péter színrelépése pont azt a szituációt helyezte háttérbe, de nem gondolom, hogy ez azért van, mert a Fidesz őt kitalálta, hogy háttérbe helyeződjön az a botrány, ami a közösségi erők körül kialakult, ez így lett. De a lényeg az, hogy a Fidesz most egy problémával néz szembe, és szerintem egyszerűen csak az történt, hogy nem tudták mérni pontosan, hogy nekik milyen esélyek lesznek a fővárosban. Ugye azt látjuk, tudjuk az elmúlt évekre is visszanézve, hogy úgy alakították át több szempontból is, nem csak az országgyűlésen, a fővárosi, illetve általános az önkormányzati választásokat is. Most nem arról beszélek, hogy egyszerre van az Európa parlamentivel, hanem ugye arról is, hogy ugye az Európa, hogy a lista is, meg hogy a képviselők közé ül be a polgármester, tehát hogy egészen még azoknak meg százalékai vannak a lakosság arányhoz képest. Tehát szándékosan úgy masszírozták az egészet, hogy minél jobban lehessen vele nekik játszani. Szerintem most egyszerűen arról szól a történet, hogy olyan politikai térben találta magát a Fidesz. Nézzük meg, hogy a legutolsó jelölő állítóval a Fidesz volt a főpolgármester jelöltek közül. Már például a legfrissebben is, tehát aki kezdte, azt meg talán EP-lista állító is. Igen. Tehát ugye volt egy kis csere. Így van. Tehát, de megtalálták az ideális megoldást a végén. Aki legelőször jelentkezett is, lépett ki leghamarabb. Ugye ő volt az első, az a Brenner Kolomán, mármint kihívóként. Tehát a lényeg az, hogy szerintem egyszerűen csak arról szól a történet, és én abban hiszek, hogy akár vissza is léptették ezt a kedves, szimpatikus hölgyet. Szóval arról szól a történet, nem tudták eldönteni, azt meg valóban így van, nem teti meg a Fidesz, hogy nincsen saját jelöltje, és én szerintem annál, ha itt ma már beszéltünk törzszavazókról vagy magszavazókról, a Fidesznek is van ilyen, hanem nem állunk el ezzel titkot, nekik is van ilyen, és szerintem őket elég könnyű meggyőzni arról, hogy nem is kell meggyőzni, elég, hogyha csak nincs egy fideszes, de ott van a Vitézi, és egyébként rajta kívül meg a Karácsony Gergely, hát el fogja tudni dönteni könnyedén, hogy miután tudjuk, hogy Karácsony Gergely nem képes rá, hogy áram alatt lévő vezetékbe tekerjen vele, vagy foglalatba tekerjen vele izot, így aztán tudja, hogy kire kell szólni. Szerintem ez a mesterterv van a háttérben, illetve... De mindig lekapcsoljátok a villanyt, hogyha betekertek egy izot? Hát ha élni akarunk még egy kicsit. De még mindig van jó a Karácsony Gergelyt, vagy ha politikai kampányfilmet csinálunk, akkor... Egyébként a Karácsony Gergelyt praktikusod hívni, mert nekem kell létre. Maradjunk még itt a kampányok témájánál, de menjünk át az országjárásoknak a témájához. Mind Dobrev Klára, mind Magyar Péter ugyanis elkezdte ezt a körutat, és nézzünk meg legelőször Magyar Péter legutóbbi eseményéből egy részletet, aztán beszélgessünk róla egy kicsit. Én eleinte nem akartam Dajs Tamással és Dobrev Klárával leülni, vitázni, mert megmondom őszintén, hogy galambal sakkozni, azt mondják, nem érdemes. De mivel talán így be tudok jutni a köztévé élőadásába, amire egyébként földi halandónak a propagandán kívül nem lenne esélye, ezért végül elfogadtam ezt a vitát. Nyilván egyébként ezt megfordították, mert én a miniszterelnököt hívtam ki, és Gyurcsány Ferencet, de hát mindketten bátor szörrobinok, úgyhogy ők nem vállalták ezt. A miniszterelnök ugye 18 éve nem vitázik nyilvánosan, csak megírt kérdésekre, megírt válaszokat mond el, ugyanakkor eléggé felmosták vele a padlót, erre valószínűleg mindenki emlékszik. Mi az, hogy galambal sakkozni nem érdemes így Klárával kapcsolatban? Hát nincsenek egy szellemi súlycsoportban, én azt gondolom, tehát Klára javára, meg hát amikor azt mondja, hogy Gyurcsány Ferenc... Szerintem ezt ő is így gondolta, csak nem Klára javára. Igen, csak kvázi elmenekült. Hát az az ember, aki rommá verte az Orbán TV vitában 2006-ban, nem gondolom, hogy Magyar Péter különösebb gondot okozna Gyurcsány Ferencnek egy ilyen tévévitában. De hát ugye európai parlamenti választásra készülünk, tehát akkor az európai parlamenti listavezetők vitatkozzanak. Nem gondolom, hogy ha ott lesz az alkalom. Az is furcsa egyébként, hogy a köztévét javasolja. miért a köztévét javasolja. Tehát, nagyon jó kis vitát közvetített igen, az RTL Klub például. Igen, akkor ezek szerint csak egy fideszes bemondóval lehet egy ilyen vitát megtartani Magyar Péter szerint. Hanem már önmagában fölvett bizonyos kérdéseket, legalábbis számomra. Szóval legyen vita, és akkor a Tisza párt alelnöke, mert azt hiszem, hogy az alelnök. Igen. Az elnökről mi nem tudunk semmit egyébként. Csak úgy kérdezem, tudunk? Hát, azon kívül, hogy egy ilyen fideszes kamupárt volt, de mit tudunk még erről az emberről? Valószínűleg annyit tudunk, amennyit érdemes tudni. Hát azért nem egészen. Azért szerintem van itt egy csomó olyan kérdés Magyar Péter kapcsán, amiket mindig elfelejtenek tőle megkérdezni. Tehát ott vannak ezek a rendezvényeken, szalad minden újságtól, meg portáltól, meg fénykép, meg videóriport, meg mindenféle. Van olyan portál, ahol az egész címlapot elfoglalja Magyar Péter, van 5-6 írás is. És ha már ott vannak mellett, akkor miért nem kérdezik meg tőle, amiket például az előbb föltettem, hogy a jogállam, meg a demokrácia, meg... Mikor jön a következő atombomba? Holnap lesz egy hónapja egyébként, hogy azt mondta, hogy aznap lemond a kormány. Azt mondta, hogy van még hangfelvétel. A minden esetre ez ilyen, nem kell szerintem túl értékelni, mindenki inkább döntse el, hogy ez mire jó, vagy szimpatikus, nem szimpatikus. Ez egy kommunikációs trükk. Egy pár hónappal ezelőtt a Vona Gábor mondta azt, hogy és álljunk őlem a Gyurcsány vitázni. Miért? Tehát aki egyszer csak végre pártot alapít, vagy talál magának egy pártot, akkor azt mondja, hogy ja, vitáz velem Gyurcsány, vitáz velem Orbán. De azért ez nem így működik, tehát hogy most fura módon, de Orbán Viktorról is azt gondolom, amit Gyurcsány Ferencről is, hogy nem az a dolguk, hogyha jön éppen egy új pártvezető, vagy talál valaki egy pártot magának, akkor hű, van valaki, akkor megyek vitázni. Tehát, hogy miért is kellene? Önkormányzati választás és európai parlamenti választás lesz. Az, hogy most Magyar Péter vitázni akar Orbán Viktorral vagy Gyurcsány Ferenccel, hát majd akkor nem tudom, keresse meg a lehetőséget. Kell lenni a valami pártelnöknek. Igen. Én nem tudom, szerintem. Tehát, hogy most akkor a listavezetők vitája lehet, főpolgármesterjelöltek vitája lehet, települési vagy kerületi szinten polgármesterjelöltek vitája lehet, és azért már, hogy gondol egyet, és akkor megvitatná az ő gondolatait, vagy a világ, vagy az ország gondját Orbánnal, meg Gyurcsánnyal, ez egy ilyen kicsit fura helyzet. De saját magát meg nem EP-lista vezetőként pozícionálja. Tehát ennek van üzenete. Ezen most lehet persze rugozni, hogy most ő listavezető vagy pártelnök, de azt szerintem legalábbis az én agyamban nem kérdés, hogy legitim kihívó-e. Tehát, hogy ő megteheti-e azt, hogy azt mondja, tehát nem arról szól, még Vona Gáborhoz képest sem, aki már 1000 éve ismerünk, azért azt nem lehet szőnyeg alá söpörni, hogy 300 ezer ember kiment arra a rendezvényre. Az nagyon sok ember, és erről most lehet azt mondani, hogy ez nem tudom miért mentek ki, vagy úgy azok mind hülyék, mindent lehet mondani, de ez egy valami tehát azt nem lehet mondani, hogy neki nincs arra legitimitása, nincs mögötte olyan bázis, ami őt arra egyébként predesztinálhatna, hogy azt mondja vezető politikusoknak, hogy szeretne levelük leülni. Ez egy másik kérdés, és persze állnai van, hogy itt eljátszhatunk azzal, most ki okosabb a másiknál, és az kétségtelen tény, hogy ilyeneket mondani, főleg amikor a másik oldalon egy nő, aki hívó, vagy nőt akarok kihívni, hogy sak, mert aki most ez nyilván egy kamera, nem kamera képes ez a példa, de aki tudja, googlizon rá, hogy mit is értünk az, hogy mit csinál egy galamb, amikor sakkozunk vele, ugye felrúgja, és utána meg oda csinál a tetejére akár. Tehát egy nővel kapcsolatosan ilyen példát felhozni. Hát a feleséggel kapcsolatban megszoktuk ezeket. Igen, messze nem elegáns. De ettől még szerintem ő ezt abszolút megteheti. Az egy másik kérdés, és mondom, hogy vajon azok, akiket kihív, azoknak majd nyilván nem lennék a helyében, és nem azért nem lennék a helyükben, mert mondjuk például Dobrev Klárát félteném, nem ezt a Klárát, hanem a másikat, szóval Dobrev Klárát félteném attól, hogy nem tudna érdemben reagálni a felvetéseire. Mondjuk el tudok képzelni olyan területet, ahol mondjuk esetleg Lajos Tamás is meg tudja fogni, akár bármelyikünket is, de ezt most sem hagyjuk. Szóval őt azért jobban félteném. De az éjszakai élet rejtelmeit. Én kiállnék vele? Figyelj, de várj egy kicsit. Bocsánat, csak hogy gondolat végére. Amiatt nem lennék a helyükbe a kihívóknak és a kihívók pártjának, mert ugye azt kell eldönteni ilyenkor, hogy elhisszük-e a Komlódinak, hogy az a 300 ezer ember tényleg kint volt-e, vagy ugye a klasszikus viccelében is kéne hiszel nekem, vagy a szemednek. Tehát, hogy elhisszük-e neki, és valóban ér-e annyit a csávó, és emiatt kénytelen vagyunk vele foglalkozni, mert úgyis a fejünkre nő, és hogyha már vitatkozunk vele, és le tudjuk egy vitában győzni, akkor legalább megmutatjuk, hogy ugyan sokan van, de mi alkalmasabbak vagyunk, vagy ha leállunk vele vitatkozni úgy, hogy egyébként mi milyen kicsit nagyobbat tudunk kiabálni, mint ő, akkor meg magunkhoz emeljük föl. Ez egy kétségtelenül egy nagy dilemma. Ilyenkor örülök baromira annak, hogy én nem vagyok pártpolitikus, mert nyilván ezt azoknak kell eldönteni, hogy melyik irányba haladnak. De az, hogy ő ezt megteheti, abban... Magyar Péter is így kezdte. hogy nem volt pártpolitikus. Én imádom a nejemet egyébként, nem és nincsen diktafonom, úgyhogy én egészen biztos, hogy... Mesélj nekem, mi ez a galambol sakkozni? Mert én tényleg hát, én nem... Hát ugye a mondás úgy tartja, ugye ez a leereszkedő egyébként Pitiáner egy kommunikáció, mondás úgy tartja, hogy ne sose sakkozzál galambbal, mert fölrúgja a bábukat, oda csinál a közepén, és a végén még azt hiszi, hogy ő győzött. Tehát, hogy ez az a fajta logika, és ugye ez nem, szerintem nem tudom. Ez ilyen nagyon elegáns egy hölgy. De szerintem a vita az egy nagyon fontos dolog lenne a politikában, amitről teljesen elszoktunk, vagy megszűnt gyakorlatilag az értelmes vita. Megszűnt azon a helyen, ahol lennie kellene a parlamentben, ahol tudom, hogy ti nagyon vitézen helytáltok, de hát azért a közönség nagy része nem gondolja azt, hogy itt még hatékony és értelmes vita, politikai vita talán, ha folyna. A köztelevízió például közvetíteni. Igen, látná, hogy az biztos sokat segít. Nyilvánvalóan, de mégsem az az érzet, hogy ott bármi megy vitába, benne van az, hogy hát ennek is lehet igaz az is, az egy nyílt küzdelem kell, hogy legyen. Ahol pontosan tudjuk, hogy körülbelül mi lesz a vége, vagy pontosan tudjuk, hogy mi lesz a vége, azért az nem nevezném se izgalmas boxmeccsen, se izgalmas vitának. Másrészt mégis csak egy politikai kampány van most, amiben praktikus lennének a különféle viták abban a Gábornak is vitatták. Jó, az, hogy lesz, az hamarosan kiderül, viszont rövid időnk van, úgyhogy azt javaslom, hogy foglalkozom még egy pár témával. Várjál, csak én akartam valamit mesélni. Csak nagyon röviden. Van-e vita, vagy mi? Múltkor, hát nem viselkedtünk túl szépen a Vadai Ágival, és nagyon hangosan kiabáltunk be velünk szembe a Nacsa Lőrincnek. És tudom, nem engedik, hogy jöjjenek az uniós pénzek, mert ellopjátok. Gyurcsány Ferenc, ti lopjátok el az uniós pénzt. De tényleg rengeteget bekívültünk, és az Arató Gergő, Vadai Kálmán, tehát mi voltunk a nagy hangodók. És leszólt a levezető elnök, hogy ne strapálják magukat, mert úgy sincs tévéközvetítés. És nem a tévéközvetítés, tudjuk, hogy nincs tévéközvetítés. Tehát, hogy ebben is benne volt az, hogy szándékosan nincs tévéközvetítés. Még persze, azt se hallják, hogy milyen vita van. És mondtuk, minket nem az érdekel, hanem ennek a jó embernek elmondjuk már, attól hogy van, végre hallja az igazságot. Persze. Most pedig foglalkozunk az emberek hétköznapjait érintő problémákkal, például ilyen a nyugdíj. Ugyanis most derült ki, hogy elmarad a beharangozott nyugdíjprémium. Mindeközben viszont azt mondják, hogy a Balásy Gyula cégei több mint 17%-kal emelhetik az áraikat. Tehát egyik oldalon azt mondják, hogy nincsen pénz arra, hogy kifizessék a nyugdíjasokat, de közben a propagandára... És mi a problémát ezzel? Ja, semmiért megszoktuk. Serefműtérvásárlás. Meg Vodafone vásárlás. Ez nem egy üzenet gyakorlatilag a nyugdíjasoknak, azért ezt ők is érték, hogy lesz pénz, vagy nem lesz pénz. Az az üzenet, amit Rogán eldönt, és akkor most én is rogánozok, az az üzenet, és az fog majd átmenni, kész. Az, hogy a Balázsi de ugye ez az a Balázsi, akinek a túlárazott szerződéseit a Magyar Péter aláírta. Az, hogy Balázsi létezik, az hidd el, hogy Magyarország lakosságának nagy része nem is tudja. Úgyhogy most Balázsi Gyula cége, hogy 17,98%-kal emelte az árát, az egy nem létező hír, tehát nincs ilyen. Hát mert úgy kéne ezt valahogy előadni, hogy az állami vagy közpénzeket, vagy közös pénzünket hogyan adják az Orbán rendszer haszonélvezőnek. Azért ez nyilván nem Balázsi, vagy Balásy, vagy kicsoda Gyula viszi haza eztek a pénzeket, jól hisz, nyilván egy pár Ferrari, Porsche, és kisebb-nagyobb vagyontár leesik neki, de hát ez valahol sejtjük, hogy körülbelül merre felé kerülnek ezek nem a pénzek. Bátran, hova kerül vissza? Hát én szerintem az Orbán közvetlen környezetében, nem az Orbán. Bár vannak itt ugye mások is, tehát most például Matolcsi Ádám vagyon átcsoportosítás. 15 milliárdos New Yorki kuckó? Hát most eladja, most igen, már nem. De hogy nem bírja föntartani. Én próbáltam a pénzünkből. Mert ott magas a rezsi, bezzeg nálunk megvédték. Hát meg vesz valahol máshol, meg hogyan kerülnek ezek át például. Hát hogy veszíti el a közpénz jellegét. Igen. Azt hiszem a Direkt 30-at, vagy az átlátszó írta meg a múlt héten, bocsánat. Szóval a felét nem értettem sajnos, de egy jó ügyét biztos el tudnám magyarázni, hogy hogyan kell alapokba tenni, onnan kivenni, és a végén Orbán Viktornál lesz az egész. Vagy Matolcsi Ádámnál. Igen. De ez ugyanúgy, tehát végül is ilyen szempontból nem kell tudni, hogy ki a jó, persze lehetne tudni, hogy ez a Balázsi nevű fickó. Kitalálták azt, hogy bizonyos dolgokon keresztül nagyon sok közpénzt ki lehet lopni, ilyen a propaganda, mert fölteszünk oda egy plakátot, felszámolunk érte nagyon sok pénzt, közben azért tudjuk, hogy ez a plakát nem feltétlenül vagy az a rossz hogy ugye azt mondjuk, hogy propagandára vagy 13. havi nyugdíjra költ a Fidesz. Az a rossz hírem, hogy a 13. havi nyugdíj az egy politikai termék, az egy propaganda, ha tetszik, ha nem. Tehát itt nem az történik, hogy most szomorúak vagyunk, hogy nem kapják meg a nyugdíjasok, és azt gondolom, hogy nagyon szomorú, hogy nem kapnak meg, de nem ez az alapvető probléma. Tudod, hogy mennyi lett volna? Ne aggódj, hogy félbeszakítalak, de a maximuma ennek a nyugdíjprémiumnak ebben 2000 forint lett volna a számítások szerint. Igen, bocsánat, ezt akartam, a nyugdíjprémium nem. Igen, ez egy politikai termék, és ez is semmi más, mint egy kommunikáció. És pontosan arról, ha kettőt hátralépünk, akkor túl azon, hogy a Fidesz kormányzásnak a jelentős része az lopásról szól, amellett a másik jelentős része az pedig ez egy illúzió, tehát nem más, mint egy csinált világ. Hát egy olyan országban, és most bocsánat, hogy Magyar Péter ezek, de tényleg csak a példakedvéért, egy olyan országban, ahol ki van egy plakát, ahol van 4 ember, az, hogy magát a plakát ötletet is lopják egy neves zenekartól. De hát csak hűek önmagukhoz. Egyszerűen én már csak azt gondolnám, mint vannak ezek az ilyen órák, amikor úgy esik le, hogy nem a vált a szám, hanem csak egy ilyen félizék. Hogy elég lenne egy ilyen bigyót, hogy jön egy ember, mint régen a lámpaoltogató, és úgy átrakja mondjuk az én fejemet, amikor már nem ezt letekerik. Én csak azt nagyon szeretném. Mennyit spórolhatnánk egy ilyen. Mint a római császárok szobrait, oda fejet cserélték csak rajta. És akkor megyünk az autós, ki volt ott a múltkor? Van fekete gyors, most akkor jó. Tehát, hogy ez annyira piti, annyira szállalmas, és ránk nézve, hogy annyira szomorú, hogy... Egyébként, ha annyit erél ez a plakátkampány, hogy többet hallgatnak Dead Kennedys-t, akkor már megérte. Én most elkezdtem újra hallgatni 30 év után, nagyon tanulságos. Akik ezt a plakátot kiválasztották, szerintem nem hallották a számait. Jogból lehet, hogy sokat az. Amikor azt mondtad, hogy és akkor mindenféle alapok, meg mit, és ki tudja, hova kerül vissza. Egyet mondok neked, nem Mészáros Lőrinc a világ egyik leggazdagabb embere, hanem Orbán Viktor. Így van. És egyébként csak hozzáteszem, hogy eközben olyan hírek jönnek, csak már senki nem foglalkozik ilyenekkel, hogy nem lesz költségvetés. De lesz. Összeomlott a költségvetés. Az amerikai választások után, hogy mindig szokott. Mert szuverének vagyunk. Ki szoktuk várni az amerikai választásokat. 2010-ben 20 000 milliárd forint volt a magyar államadóság, most 60 000 milliárd. Éppen a 3-szorosa. De az, hogy majdnem az évi teljes hiány meg lett márciusra. Igen. Hogy hány ezek úgy eltűnnek a beszélgetésekből, meg a hírekből, mert és akkor most nem kezdek bele az előbb elkezdeni. És már nagyon régóta nem tudjuk, hogy mi van Kálmánéval. De vannak ezek a csekonicsizék, hogy megveszük a repteret, megveszük a nem tudom melyik áruházat, megveszük a nem tudom micsoda, nem veszünk semmit se egyébként, de azok vannak elé ezek a dumák, hogy akkor fizetek, volt egy repterem. De ez lesz. Főúr, fizetek, volt egy feketén. De még az előzőhöz mondok nektek pár számot, csak hogy kontextusba tudjuk helyezni. 2023-ban a balázsi cégek bevétele 280 milliárd környékén volt. Ugye 2024-re ez még több lesz, és még ugye mondták, hogy emelhetsz rajta még 17,6%-ot. Na a nyugdíjprémium az 20 milliárd lett volna. És azt mondták, hogy amit erre félretettek, na a kormány majd eldönt, hogy mi legyen vele. Hát, és ez a 17,6%-os emelés, bocsánat, ez több mint 50 milliárd forint, értitek? Igen. Hát ennyit számítanak a magyarok, ennyit számít a magyarok élete, és ennyit számít a biznisz. De hogyha attól tartanának, hogy ezért a 2000 forintért, hogyha azt tényleg igaz, amit mondasz, megváltozik a szavazási preferenciája a nyugdíjasok jelentős résznek, odaadnák, sőt, még az is lehet, hogy 3500 forintot adnának. De miután valamiért, egy előttem nem ismert ok miatt, még azt is megengedhetik, hogy ezt a 2000 forintot is odaadják a Porsche autó, vagy mit tudom, hát mert gyűjtőnek. Ő a propagandagyártó. De amikor bemész a boltba, és figyelj, bemész a boltba és fizetsz, és azt mondják, hogy eddig 100, nem, ilyen nem volt. Jó, eddig 1000 forint volt, most 1800, akkor te mindenki hiszel tényleg a saját szemednek, vagy a propagandának? Hát eddig ennyit tudtam venni, annak fogok most inni, hogy Gyurcsány miatt magasak az árak. Hát akkor megérdemled. Hát így meg azt mondják, hogy a másik, hogyha ott lenne, akkor nekem még sokkal rosszabb. Tehát még ennyit sem. Meg az. Hát figyelj, de ez megint matek, hogy most 20 milliárdot a nyugdíjasokra költünk. Egyébként szégyeljék magukat, de tényleg mélységesen szégyeljék magukat, amit művelnek különböző társadalmi. Szóval 20 milliárdot a nyugdíjasokra költünk, vagy pedig 50 milliárdot a propaganda cégre, és majd azzal, akik megkapták volna a 20 milliárdos nyugdíjprémiumot, a propaganda cég 50 éve velük is elhiteti, hogy meg ők is jól jártak, jobban jártak, mint ha maradtak volna a csúnya, ronda kommunisták itten az ország élé. A propagandára semmi pénz nem elég az Orbánnak, mert pontosan tudja, hogy ilyen médiabirodalommal, ilyen lehetőséggel, közpénzből, plakáterdővel, mindennel, YouTube reklámmal, tévéreklámokkal, azt csinálja és úgy igazítja a társadalmi gondolkodásra, hogy akarja. Nehezen, egy darabig. Nehezen, én ezt akartam mondani, mert a valóság most ebben a pillanatban nem nagyon cáfolt téged, de azért még akik emlékeznek a 90-es évekre vagy 80-es évekre, amikor ez egy elég zárt kommunikációs világ volt. Nem volt internet, ami tudom, nem kattint kettőt a magyar emberek egy jelentős része, de kattinthatna és ott van, de akkor még ez se volt. Szóval egy nagyon zárt kommunikációs rendszer volt, azért az emberek egy viszonylag meghatározó része nem gondolta azt, hogy minden világok legjobbika az. Nem gondolta azt. Pedig azért a 80-as évek közepéig a központilag igen erősen irányított sajtóban nem nagyon, vagy sokkal kevésbé voltak kritikusan. Csak én már rohadtul nem akarok 40-50 évet várni arra, hogy felébredjen a jó, oké, persze, de csak azért mondom, hogy azért az sem igaz, hogy mindig mindent elvisznek. Az egy nagy kérdés, hogy ezeket mi. Hát igen. Gábor, még röviden elmondhatod, amit szeretnél, vagy nem? Nem, köszönöm, átjutom. Jó. Ugye, ahogy láttuk itt az elmúlt napokban, ezért külföldön ez nem feltétlenül igaz, amit most mondtál Orbánról. Tehát, hogy itthon tényleg bármit megtehet, de ott, ahogy láttuk, nem Brüsszelbe keveredett, ugyanis egy nagyon kellemetlen helyzetben. Nézzük meg, hogy mi történt, és akkor kivesézzük. Nincs mit szépíteni. Mostanában a magyar miniszterelnök házhoz jár a pofonokért Brüsszelbe. Alig pár hónappal azután, hogy Orbánt kínos módon kávézni küldték az unió vezetői, amikor az igazán fontos kérdésekről döntöttek, most ismét elég egyértelmű módon adták a magyar szabadságharcos tudtára, hogy az Európa lebontásán dolgozó szélsőjobboldali vezetőket nem látják szívesen az unió fővárosában. Történt ugyanis, hogy a brüsszeli polgármester a hétközepén betiltotta a magyar közpénz 100 milliókkal is megtámogatott nemzetközi szélsőjobboldali brüsszeli konferenciát a közrend megzavarásának veszélyére hivatkozva. Tette ezt röviddel azelőtt, hogy a Brexit szellemi atyja Nigel Farage beszélni kezdett volna. Hogy a döntés valójában mennyire a közrend nyugalmának fenntartásaként és mennyire a szólásszabadság korlátozásaként értékelhető, az döntse el mindenki maga. Az minden esetre tény, a belga bíróságok a polgármester döntését felülírva néhány órával mégis engedélyezték a konferencia folytatását, így a magyar miniszterelnök is szóhoz juthatott. Víziókat gyárthatott Brüsszel elfoglalásáról, bár mindezek után lehet jobban tenni, ha legközelebb kevesebbet tartózkodna a belga fővárosban. Felcsúton ugyanis hasonló kellemetlen élmény maximum egy vereség alkalmával érné őt. A legfontosabb kérdés az, hogy ez jó döntés volt, avagy sem. Már kinek a részéről? Melyik? Hát az, hogy berekeztették ezt a történetet. Tehát a brüsszeliek részéről? Igen. Hát figyelj, itthoni propagandába, kommunikációban elég sokat beszéltünk az elmúlt, mindjárt mondhatod 50 percben, erről ez nekik nagyon jól jött. Hát egy percen belül a fideszesek elárasztották az internetet, a Facebookot azzal, hogy ja, megtámadtak minket, és akkor se kérünk a háborúból, a migrációból, meg a gender ideológiából, mert hogy ugye Brüsszel ezt akarja, és akkor ezért gátoltak meg minket, meg a drága jó miniszterelnököt, hogy ez ellen beszéljen, és ezért nem is engedtek be minket, mert ezt akarja Brüsszel, ezzel szemben mi. Szóval ez most nekik mint egy falatkenyér úgy kellett. Szerintem vagy 80 éve ezelőtt leírták a demokráciának azt a paradoxonát, hogy ha lehetőséget ad demokratikus módon azoknak, hogy tönkretegyék a demokráciát és a diktatúra kiépítése mellett kampányoljanak időnként elég nagy eredménnyel, akkor saját magát számolja fel, ha viszont nem engedi meg, mint ahogy itt is megpróbálták, akkor azt lehet remondani, alapelvét számolja fel. Hogy igen, hogy az egyik alapelvét számolja fel. Tehát, hogy nem könnyű erre a dologra válaszolni. Én kevés olyan ellenszenves mondatot tudok elképzelni, mint ami elhangozhatott ezen a brüsszeli fórumon. Ha én lettem volna brüsszeli polgármester, de nem leszek, akkor nem biztos, hogy ezt találtam volna feltétlenül ki. De ilyen szélsőjobbos szervezet. De jó, de a Farázsnak a napkendője nagyon szép volt. Azt megérte, hogy azt láthattuk. Tényleg, akkor máshogy kellett volna. Egy szélsőjobbos szervezet, igen, akár egy rendezvényt tartani, akkor szerintem bármelyik település, város, polgármester mondhatja azt, hogy mi nem kerülünk a szélsőjobbból. És hogy ő egyébként meghívta Magyarország miniszterelnökét, vagy az ugandai elnököt, vagy nem tudom mit, az már egy dolog, hogy kit hívott, de mit keresnek a városunkban a szélsőjobbosok? Szerintem Ugye az a dolognak a pikantériája, ugye Orbán Viktoron keresztül tekintjük ezt a történetet, hiszen most attól állik nekünk fontossá, hogy ott volt ezen a rendezvényen. De ugye amennyire én értem, ez nem Brüsszel főpolgármestere, hanem egy kerületi polgármester volt, akinek az ő kerületében történt ez. De ez majdnem mindegy is egyébként a dolog érdemét tekintve, de egy példát muszáj ide raknom, és ugye nyilván, meg talán ezzel nem fog nagy meglepetést okozni, de Brüsszelnek bármelyik kerületének polgármester az úgynevezett politikus, tehát nagy valószínűséggel a döntései mögött politikai szándék húzódik meg, és ez a politikai szándék az itt már elhangzott általam nagyra tisztelt értékek mellett valószínűleg az abszolút választói irányába, tehát gesztus a politikai érdek. Nyilvánvalóan abban a körzetben, abban a kerületben, abban a területen lakók nem akarnak ilyen embereket, akik ott voltak, és nem csak az Orbán Viktort, hanem azt a szellemiséget nem akarják. És ha szabad egy személyes példát ide raknom, én Kispesten lakom, és a kispesti önkormányzat egyébként, és az ottani polgármester, amikor voltak ezek a rettenetes plakátok egyébként az egész országban, amik ugye az ellenzéket, ez jó néhány évvel ezelőtt volt, ez sokkal ezelőbbi volt, amikor talán az első között volt egy olyan plakátkampány a kormánynak, amikor telerakta, hazaárulózta a plakátokat, Kispesten ezek be voltak tiltva. És ugye itt visszareagálva, itt át volt húzva, hogy ez az ilyen és ilyen önkormányzati rendelet alapján ilyet nem lehet kirakni, vagy ez sérti az én egyébként valóban ott élő lakosnak a tetszését, vagy teljesen mindegy, hogy hívjuk. Ezt csak azért akarom ide tenni, hogy nem érthetjük meg feltétlenül. Lehet, hogy a külföldi oda jön, és azt mondja, hogy micsoda a dolog ez, hogy kimondja egy plakát, és aztán áthúzzák egy helyi rendelettel, micsoda a dolog, de aki ott él, az érti, hogy ez miért van itt. És én azt szerintem egy fontos kérdés ilyen szempontból, hogy vajon micsoda emberek lehetnek azok egyébként, ahol egyébként Orbán Viktor jól érzi magát, ahol fölszólal, ahol büszkén hirdeti oda valónak ami és közéjük egy illőnek, meg nem kell. Igen, közéjük illőnek magát, amit egyébként, akiket egyébként a saját közösségük, a saját otthonuk, azok ilyen módon úgy vetik ki maguk közül, hogy egyébként magát demokratikusnak valló polgármester is, akár a demokrácia értékrendjét megfeszítve is, ki inkább feloszlat, mint hogy ott lássa őket. Szóval ez egy érdekes dolog lehet. Én ebben egy, hogy úgy mondjam, szigorú álláspontot képviselek, miért nem mondhatná azt valaki, hogy nácik haza? Persze. Tehát az a liberális álláspont ezügyben, hogy akkor is, hogy harcolni fogok azért, hogy te elmondhassd azt, amit akarsz, akkor is, hogyha én azzal nem értek egyet, azt gondolom, hogy iszonyatos károkat okozott Magyarországon az elmúlt 30 évben. Hiszen ennek isszuk a levét az elmúlt 14 évben. Persze, hadd mondja meg, hadd csinálja, szólásszabadság, stb. Stb. És már megnézhetjük, hogy hogy áll az ország. Minden szempontból. Emberi jogok, gazdaság, diplomáciai kapcsolatok, és így tovább. Tehát én azt gondolom, hogy aki Britanniát kiléptette az Európai Unióból, az Britannia ellen hazaárulást követett el. Miért ne dönthetne úgy egy brüsszeli illetékes, hogy ő nem akarja, hogy az az ember beszéljen itt, aki ellopja az ő adófizetőjének a pénzét. Tehát ott Brüsszelben, abban az utcában olyan emberek élnek, akik fizetik az adót, és itt Magyarországon Mészáros Lőrincek, meg Balásy Gyula, Ferenc, nem tudom kicsoda, lopják el az ő pénzét. Miért ne dönthetne úgy, hogy én nem akarom ezt az embert hallgatni? Ez és az ő akaratuk ellenére... Igen, hogy döntsön más, hogy a polgármester. Igen, pontosan az sajnos ilyen világháborús erős példát is tudok mondani, amikor az angolokon számon kérte Goebbels, hogy miért bombázzák Hamburgot meg Köln városát. Miután elkezdték a háborút, és szaraszén bombázták fél Angliát, akkor ezek után egy idő elegük lett, és lebombázták. És a Goebbels ilyen politikai kampányt csinált abból, hogy micsoda dolog ez, ártatlan áldozatokra lőnek. Hát azért lőnek, mert vissza kellett lőni. Nem volt más választás. Tehát szerintem a szólásszabadság rendkívül fontos erény, az Európai Unió egyik legfontosabb erénye, de vannak olyan helyzetek, amikor szerintem nyugodtan mondhatja ezt egy helyi vezető, hogy köszönöm szépen, én ennek nem kívánok teret adni. Egyébként lehet, hogy idehaza a Fidesz jól eladta ezt a történetet, hogy őket itt korlátozták a szólásszabadságban, de azért ez kijelöli Orbán következő 5 évét az Európai Parlamentben is, a senki földjét. Nem lesz Európai Néppárt, nem lesz Európai Fősodor. Valahol ott a szélső jobb környékén fog kavarni a 10 képviselőjében. Hát most is így van. Igen, de hát ez a következő 5 évben is így lesz, amiből mi következik, hogy nem jönnek az uniós pénzek. Remek végszó. És? Na. 50 perc. Ja igen, az 50 perc. Beszélgettünk 50 percet, és közelebb kerültünk ezzel is az Orbán rendszer bukásához. Képzeljétek el, hogy ez volt a 60. adásunk. Wow. Köszönjük, hogy velünk tartották. Egészségünkre. Itt 60-kodunk vele. Igen. Jövő héten ugyanekkor a 61-kel. Viszontlátásra.